Nem sok hasznát veszem a múltnak, és ritkán gondolok rá. Mégis szeretném röviden elmesélni, hogyan váltam spirituális tanítóvá, és hogyan született meg ez a könyv. Harminc éves koromig majdnem folyamatosan nyugtalanságban éltem. És ezt az állapotot időről időre öngyilkosságra késztető depressziók tarkították. Most visszatekintve már úgy tűnik, mintha valami elmúlt életről, vagy valaki más életéről beszélnék. Nem sokkal a 29. születésnapomat követően, egy éjszaka, valamivel éjfél után, rettenetes félelemre ébredtem. Már azelőtt is sokszor éreztem ilyesmit, de az érzés ezúttal minden korábbinál intenzívebb volt. Az éjszaka csöndje, a bútorok körvonalai a sötét szobában, az elhaladó vonat távoli dübörgése. Minden olyan idegennek, ellenségesnek és teljesen értelmetlennek tűnt, hogy mély utálatot váltott ki belőlem a világ iránt. Mindközül a legutálatosabb saját létezésem volt. Mi értelme lehet továbbélni ekkora szenvedés terhével? Minek folytassam ezt az állandó küzdelmet? Mélységes vágyat éreztem a megsemmisülésre, a nem létre, és ez a vágy sokkal erősebbé vált, mint a bennem munkáló életöztön. Nem élhetek magammal tovább. Ez a gondolat ismétlődött újra és újra az elmémben. Ekkor azonban hirtelen rádöbbentem, milyen különös gondolat is ez. Egy vagyok, vagy kettő? ha én nem tudok élni magammal, akkor ketten kell, hogy legyünk. Az én és a magam, akivel az én nem tud együtt élni. Lehet, gondoltam, hogy kettejük közül csak az egyik valódi? Annyira meglepődtem ezen a furcsa fölismerésen, hogy az elmém leállt. Teljesen tudatomnál voltam, de már nem volt több gondolatom. Ezt követően úgy érezte, mintha valami energia örvény ragadna magával. Ez a mozgás először lassú volt, majd fölgyorsult. Testemet heves félelem járta át, Remegtem. Szavakat hallottam. Ne állj ellen semminek. Mintha melkasom belsejéből hangzott volna. Éreztem, hogy beszippant az űr. Úgy éreztem, mintha az űr nem is kívül, hanem belül, bennem lenne. Majd hirtelen eltűnt a félelem, és hagytam, hogy belezuhanjak az űrbe. Hogy ezt követően mi történt, arra nem emlékszem. Az ablakom előtt csiripelő madár hangjára ébredtem. Soha nem hallottam ilyen hangot az előtt. Még behúgy szemmel feküdtem, s lelki szemeim előtt egy különleges gyémánt képe lebegett. Igen, ha a gyémánt hangot adhatna, így szólalna meg. Kinyitottam a szemeimet. A függönyön keresztül átszűrődtek a hajnal első fénysugarei. Gondolatok nélkül tudtam, éreztem, hogy végtelenül többet jelent a fény. Mint aminek tudatában vagyunk. Az a puha fény, ami a függönyön keresztül beáramlott, maga volt a szeretet. Könnyek szöktek a szemembe. Fölkeltem és körbejártam a szobát. Fölismertem a tárgyakat, mégis tudtam, hogy eddig még sohasem láttam őket igazán minden friss volt és eredeti, mintha éppen most keletkezett volna. Kézbe vettem egy-egy tárgyat, ceruzát, üres üveget, s álmélkodva csodáltam szépségét és elevenségét. Aznap teljes bódulatban járkáltam az utcán, gyönyörködve a földi élet csodájában, mintha csak most jöttem volna erre a világra. Az elkövetkező öt hónapban a zavartalan, mély, lelki béke és boldogság állapotában éltem. Ezután, mintha csökkent volna ennek az állapotnak az ereje, vagy talán csak úgy tűnt, mert megszoktam, és az természetes lételemem mély vált. Továbbra is képes voltam funkcionálni a világban, ugyanakkor tudtam, hogy egyetlen tettem sem növelheti azt, ami bennem már megvan. Természetesen tisztában voltam vele, hogy valami mélységesen fontos dolog történt velem, de egyáltalán nem értettem, hogy mi. Évekig nem is jöttem rá, amíg spirituális témájú olvasmányok nem kerültek a kezembe, és nem ismerkedtem meg spirituális tanítókkal, hogy az történt meg velem, amit mindenki keres. Megértettem, hogy azon az éjszakán, a szenvedés heves nyomására, tudatom arra kényszerült, hogy föladja azonosulását boldogtalan és mélységes félelemmel teli énemmel, amely végső soron az elme kitalációja. A feladás olyan teljes volt, hogy ez a hamis, szenvedő én azonnal összeomlott, akár egy fölfújható játék, amiből kihúzzák a dugót. Ami helyette ott maradt, az valódi természetem, az örökké jelenlévő vagyok volt. A tudat tiszta formájában, a formával való azonosulás előtti állapotában. Később megtanultam úgy belépni a belső, időtlen és halál nélküli birodalomba, amit eredetileg az említett űrként érzékeltem hogy közben képes voltam megtartani teljes tudatosságomat. Hosszú időket töltöttem olyan leírhatatlanul boldog és áldott állapotban, amelyekhez képest még az előbb vázolt, eredeti élményem is halovány. Eljött a nap, amikor semmim sem maradt a fizikai világban. Nem voltak emberi kapcsolataim, nem volt munkám, otthonom, és nem volt társadalmilag meghatározható identitásom. Majdnem két éven keresztül ültem parkok padjain, a legnagyobb boldogság leírhatatlan állapotában. A legszebb élmények is elmúlnak egyszer úgy, ahogy jöttek, de talán minden élménynél alapvetőbb az a mélységes béke, amely azóta sem hagyott el. A lelki békének ez az érzése néha már annyira intenzív, hogy csak nem tapintható, és körülöttem mások is megérzik. Máskor valahol a háttérben húzódik meg, mint egy távoli melódia. Később emberek jöttek hozzám, és így szóltak: Szükségem van arra, ami neked van. Át tudod adni? Vagy meg tudod mutatni, hogy? miként jutatok hozzá én is? Így feleltem. Benned is megvan ez. Csak nem érzed, mert az elméd túl nagy zajt csap. Ez a válasz duzzat idővel egy könyvé, amelyet éppen hallasz. Mielőtt észbe kaptam volna, ismét rendelkeztem már külső identitással is. Spirituális tanítóvá váltam. Ez a könyv annak a munkámnak a lényegét tartalmazza, amennyire azt szavakban ki lehet fejezni, amelyet az elmúlt évtizedekben Európában és Észak-Amerikában egyénekkel és spirituális útkeresők kisebb csoportjaival végeztem. Mély szeretettel és őszinte elismeréssel szeretném megköszönni ezeknek a különleges embereknek bátorságukat valamint hajlandóságukat, hogy magukhoz öleljék a belső változást. Köszönöm kihívást jelentő kérdéseiket és készséges figyelmüket. Ez a könyv nem született volna meg nélkülük. Spirituális úttörők ők, akik az egyelőre csekély, de szerencsére növekvő létszámú kisebbséghez tartoznak. Olyan emberek, akik eljutottak odáig, hogy végre ki akarnak törni azokból az öröklött kollektív mentális sémákból, amelyek mérhetetlen idők óta tartják az emberiséget a szenvedés igájában. Bízom benne, hogy e könyv utat talál azokhoz, akik készek a gyökeres belső átalakulásra. És így a további változás katalizátoraiként működnek majd közre. Azt is remélem, hogy szavaim sok olyan embert is megtalálnak, akik azok tartalmát megfontolása érdemesnek találják, bár pillanatnyilag még nem tartanak ott, hogy valóban éljék és gyakorolják is az itt leírtakat. Lehet, hogy a könyv hallatára bennük elültetődött mag, majd később olvad egybe a megvilágosodásnak azon magjával, amelyet minden egyes emberi lény magában hordoz. S akkor az hirtelen életre kell, és kihajt. A könyv olyan kérdésekre adott, gyakran spontán válaszokból született, amelyeket szemináriumok, meditációs gyakorlatok és egyéni konzultációk alkalmával tettek föl a résztvevők, ezért helyesnek találta megtartani a kérdés felelet formát. Ezekből a beszélgetésekből én is ugyanannyit tanultam, mint a kérdezők. Egyes kérdéseket és válaszokat csak nem szó szerint idéztem, néhány gyakran föltett kérdést összevontam, és úgy válaszolok rájuk. Előfordult, hogy írás közben az adott kérdése egy teljesen új választ kaptam, amely mélyebb és világosabb volt, mint bármi, amit azelőtt valaha is kimondtam. Akadnak a könyvben olyan kérdések is, amelyeket a kiadó fogalmazott meg, hogy lehetővé tegye egy-egy gondolat világosabb kifejtését. A könyvhallgatása közben tapasztalhatod majd, hogy elejétől végéig a párbeszédek két különböző szinten zajlanak. Az egyik szinten fölhívom a figyelmedet arra, hogy mi a hamis benned. Az emberi tudattalanság és működés zavar természetéről beszélek. Valamint ezek leggyakoribb megnyilvánulási formáiról, a személyes kapcsolatokban megjelenő konfliktusoktól kezdve. A törzsek és nemzetek közötti háborúskodásig terjedően. Ennek a tudatosítása létfontosságú, mert ha nem tanulod meg fölismerni magadban a hamisat, mint lényettől eltérőt, akkor átalakulásod nem lesz tartós, és folyton visszacsúszol az illúzióba és a fájdalom valamelyik formájába. Ezen a szinten azt is megmutatom, hogyan kerüld el, hogy a benned lévő hamisat énednek tekintsd, és problémává duzzazd. A hamis ugyanis így tartja fenn magát. Egy másik szinten az emberi tudat mély átalakulásáról beszélek. És nem úgy, mint távoli lehetőségről, hanem mint most, már is elérhető állapotról. Függetlenül attól, hogy ki vagy és hol élsz. Megértheted, hogyan szabadíthatod meg önmagadat az elmerapszolgaságából? Hogyan léphetsz be a megvilágosodott tudatállapotba? És hogyan tarthatod fenn ezt az állapotot a mindennapi életben? A könyvnek ezen a szintjén a szavak nem mindig információt hordoznak, hanem gyakran arra szolgálnak, hogy hallgatásuk bevezessen ebbe az új tudatállapotba. Időről időre arra törekszem, hogy magammal vigyelek a most időtlen állapotának, mély és tudatos jelenlétébe, s megízleltessem veled a megvilágosodást. Néha talán azt gondolod majd, hogy ismétlésekbe bocsátkozom, de ez csak addig lesz így, amíg képessé nem válsz arra, hogy mondandómat megtapasztald. Amint ez megtörténik, hiszem, rá fogsz ébredni, hogy ezek az ismétlődő szavak hatalmas spirituális erővel rendelkeznek, és számodra így a könyv leghasznosabb részeivé válnak. Sőt, mivel mindenki magában hordja megvilágosodás magját, gyakran címzem szavaimat majd a benned lakó gondolkodó mögött megbúvó tudóhoz, ahhoz a mélyebb énethez, aki azonnal fölismeri a spirituális igazságot, rezonál vele, és erőt merít belőle. Ha ezt hallod, az azt üzeni, hogy érdemes a hangfelvételt kikapcsolva csöndesen önmagadba mélyedni, hogy megérezd és megtapasztald az igazságát annak, amit éppen hallottál. Elképzelhető persze, hogy olyan részeknél is szükségét érzed majd ennek, ahol nem hallasz szünetjelzést. Egyes szavak, például lét, vagy jelenlét értelme eleinte talán még nem lesz teljesen egyértelmű számodra. Ennek ellenére azt javaslom, hogy ilyenkor hallgassd tovább a könyvet, mert idővel kitisztul a kép. A könyv hallgatása közben olykor kérdések és ellenvetések is fölmerülhetnek benned. Kicsit később valószínűleg megkapod rájuk a választ. Az is előfordulhat, hogy ezek a gondolataid elveszítik jelentőségüket, ahogy mélyebben belemerülsz a tanításba és önmagadba ne csak az elméddel kövesd a hallott szavakat. Figyelj érzelmi reakcióidra, valamint a mélyen belülről jövő fölismerés érzése is. Nem mondhatok neked semmi olyan spirituális igazságot, amelyet mélyen belül ne tudnál már te magad is. Mindössze annyit tehetek, hogy emlékeztetlek arra, amit már elfelejtettél. Az élő tudás amely egyszerre ősi és örökké új, így működésbe lendül, és tested minden sejtjéből fölszabadul. Az elme mindig osztályozni és összehasonlítani akar. Nagyobb hasznát látod azonban a könyvnek, ha nem erőlködsz azon, hogy szóhasználatát más tanításokéval összevesd. Az valószínűleg csak zavarhoz vezetne. Egyes kifejezéseket, mint például elme, boldogság és tudat, olyan módon használok, amely nem szükségszerűen felel meg más tanításokénak. Ne kötődj a szavakhoz. Azok csak lépcsőfokok, amelyeket, amint lehet, magunk mögött hagyhatunk. Amikor időnként Jézus és Buddha szavait idézem, a Csodák útja című könyv és más tanítások alapján akkor ezt nem az összehasonlítás kedvéért teszem, hanem hogy fölhívjam figyelmedet a tényre: lényegében mindig is egy és ugyanaz a tanítás létezett. Még ha időről időre különböző formákban jelent és jelenik is meg. Némelyik ilyen formára, mint az ősi vallásokra is, az évszázadok alatt annyi idegen réteg rakódott rá, hogy spirituális lényegük mára már csak nem teljesen elhomályosodott. Nagy részt ennek tulajdonítható, hogy mélyebb értelmük már nem ismerhető fel, és spirituális átalakító erejük elveszett. Amikor ősi vallásokból és más tanításokból idézek, akkor ezt azért teszem, hogy föltárja mélyebb értelmüket, és így módon segítsek helyreállítani Élet átalakító erejüket. Különösképpen azon olvasóim kedvéért teszem ezt, akik ezeket a vallásokat követik. Így módon ugyanis ezt üzenem nekik. Nem kell másút keresned az igazságot. Hadd mutassam meg neked, miként lehet még mélyebbre jutni abban, ami már a tiéd. Mindemellett igyekeztem minél semlegesebb módon fogalmazni, hogy szavaimmal az emberek széles körét érhessem el. Tekinthetjük-e könyvet az egyetlen, minden vallás legbelsőbb lényegét jelentő, időtlen spirituális tanítás újbóli megfogalmazásának, ami a mai idők embere számára született? Szavaim nem külső forrásokból származnak, hanem az egyetlen, igazi, belső forrásból s így nem tartalmaznak semmilyen elméletet vagy logikai fejtegetést. Belső megtapasztalásból beszélek, és ha időnként erőteljesen szólalok meg, azt azért teszem, hogy az elme ellenállásának vastag rétegein áthatolva elérjem benned azt a helyet, ahol már te is tudod az igazságot, éppen úgy, ahogy én, és meghalva azt, azonnal ráismerj. Amint ez megtörténik, lelkesedés és hatalmas életerő tölt majd el, mint a valami vagy valaki belül azt mondaná. Igen, tudom, hogy ez az igazság.